Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. Új fenntartóval indult az év a Dombóvári Belvárosi Iskolában. Fáber Kovács Krisztián képeiből nyílt kiállítás Dombóváron. Átadták a felújított polgármesteri hivatalt Jágónakon. Falujáró felvonulás és tánc várt az emberekre Nakon. Színes programokkal és zenés táncos fellépőkkel várták az embereket Kurton. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a Dombóvári Belvárosi Általános Iskola, és egyben az utolsót is, hiszen ettől az esztendőtől az Evangélikus Egyház lesz az intézmény fenntartója. Az ünnepélyes tanévnyitón Szenyériné Szabolcska Julianna, a leköszönő igazgató azt mondta, azon dolgoztak az utolsó évben, hogy békés vizekre kormányozzák az iskola hajóját, és ez sikerrel járt. Most már csak hajózni kell. Az embert a tettek teszik gazdaggá, nem a szavak egymagában, mondta ünnepi beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő. Arról szólt, a legfontosabb feladat ma az anyanyelvi oktatás. A legfontosabb számunkra magyaroknak az, hogy megőrizzük a kultúránkat, megőrizzük a hagyományainkat, és ezt a további következő nemzedékeknek át tudjuk adni. Csak az anyanyelvünkön tudjuk átadni ezt a kultúrát. Nekünk nem kell háborúba menni azért, hogy megőrizzük a függetlenségünket. Nekünk csupán azt kell, hogy azt az 1100 éves kultúrát, amit az őseink létrehoztak, azt az utánunk következő nemzedékeknek át tudjuk adni. Az évkezdésre összegyűltek, most már egy egészen más intézmény falai között kezdték meg a tanévet, mint ahogy azt néhány hónapja befejezték. 40 év után új időszámítás kezdődik. Egy éven át dolgozott karöltve az iskola vezetése, a tanári gárda és a szülői közösség azon, hogy eljöjjön a pillanat, amikor egyházi iskolává változik szeretett intézményük, és az összefogásnak meglett az eredménye. Van egy álmom, hogy az idő majd egyszer igazolni fogja, hogy jó döntést hoztam akkor, amikor radikálisan új irányba kormányoztam iskolán hajóját. Bízom benne, hogy arra bizonyos nyugodt vizekre és biztos kikötőbe egyszer majd mi is megérkezhetünk. Van egy álmom, hogy az új irányba kormányozott hajónkkal mi is megtaláljuk azt az új kontinensünket, amit a 15-16. Századi európai felfedezők is megtettek, és bízom benne, hogy ezen az új kontinensen barátokra és új társakra lelhetünk, akikkel aztán kötelékben flottában hajózhatunk tovább. Én azt gondolom, hogy egy egyéves kemény munka után most már irányba állítottuk a hajónkat, és én jó érzéssel bízom így a 40 év távlata után az új kapitányra a munkámat. Van egy híres ókori római mondás, a rómaiak úgy hívták, hogy navigare necesse est, azaz hajózni muszáj. Az irány adott, az új kapitány a fedélzeten, jó szelek kellenek és jó tengeráramlás. Az új kapitány pedig a régi értékek mentén vezeti majd a hajót. Legalábbis Sonfalvi Eszter azt mondja, ennek az iskolának olyan hagyományai és értékei vannak, melyeket egy ugyanezen elvek mentén értékként megjelenő gondolkodásnak nem szabad figyelmen kívül hagynia. Ezek a hagyományok, amik voltak, azok beleférnek, sőt, részei az egyházi iskola életének is. Csak egy kicsit más lesz ez, kibővül más területeken is. Nagyon-nagyon hosszú távú gondolataim van, úgy gondolom, hogy egy szeretetteljes, nyugodt légkörű, barátias, családias légkör, a vibrációktól mentes. Én azt szeretném, hogyha ez úton elindulhatnánk, nyilván ez nem két pillanat lesz, de ez lenne a hosszú távú elképzelésem egy iskolásról. Kell hozzá a családok felénk fordulása, anélkül biztos, hogy nem fog menni, illetve én azt gondolom, hogy az új fenntartó segítése, illetve a jelen helyi egyház közösség lelkészeinek segítsége és összefogása. A legnagyobb előnye az egyházi iskolává válásnak abban van, hogy önállóan fogunk dönteni mindenről, mondja az igazgató, aki egy esztendőre vállalta a kapitányi szerepet. Itt helyben tudjuk eldönteni, hogy mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, és mik azok a prioritások, amiket mi magunk előtt fontosnak tartunk. Beszédemben azt fogalmaztam meg, hogy egy utat járunk az életünk során, de az intézménynek is van egy életútja, és hogy ezt az utat mi közösen saját akaratunkból vállaltuk, és hogy mivel mi vállaltunk, ezért azt gondolom, hogy mindenképpen pozitív irányba fogunk elmozdulni, és egy más úton, de talán jobb úton, önálló úton, közös akarattal.
Fáber Kovács Krisztián eredeti szakmája szerint restaurátor, de ennek a szoros szabályrendszeréből kitekintve festéssel is foglalkozik. Azt mondja, az alkotás szabadsága adja az ellenpólust a régi képek újraélesztésének szigorú világa mellett. Ezúttal a Dombóvári Művelődési Házban állította ki képeit, amelyekhez a mitológia adott ihletet. Ezen a kiállításon találkozott egymással két kor. Az egyik az ókor, és ebben a mitológia, a másik a jelen, és ebben a reklámok világa. Fáber Kovács Krisztián plakátokat használ fel arra, hogy megelevenítse a mitológia ismert lényeit. Igazából nekem az, hogy a plakátokkal dolgozom, és a újrafelhasznált anyagokból építkezem, ez egyfajta ilyen, mint egy reinkarnáció, az anyagoknak az újraéledése, az újra szerkesztése volt számomra az elsődleges szempont. A mitológia pedig olyan távol van ettől az egésztől, amit te is mondtál, amennyire csak lehet. És ez a kettőnek az ellentéte és az ütköztetése, ez volt számomra egy olyan érdekes szituáció, egy olyan érdekes szempontrendszer, amit így a képeken ki akartam használni. Az ember, ha gondol a mitológiára, egyfajta fenkölt érzés hatja át, miközben a reklámok világáról ez végképp nem állítható, hiszen az anyagiasság a fogyasztói társadalom egyik kiszolgáló lányáról beszélünk. Az egyik a kortalanság, a másik a pillanat terméke. Ott vannak ezek a plakátok, amik ugye hát gyakorlatilag egy-két hónapon keresztül kint vannak a falon, és utána leszedik őket, és jön a következő, és nincsen semmi olyan idézőjelben fenkölt vagy pozitív töltete, amit ugye az ember ugye mondjuk egy festménytől vagy egy műalkotástól elvárna. És pont ezt a reinkarnációt szerettem volna így vissza hozni a képekben, hogy van egy olyan anyag, ami igazából jelentéktelen, gyakorlatilag színek és formák, amiket használ az ember, mert ilyen szempontból, tehát ugye amikor újra használom ezeket, se betű, se szöveg, se semmi olyan felismerhető forma nincsen már a plakátból, amivel lehetne akármire következtetni ugye a plakátnak az összességéből. Ennek ellenére, mondja az alkotó, számtalan esetben inspirálódik az utcán járva, és nézve a hirdető táblák megtépet értékét, múlt világát. Én imádom ezt a destrukciós formát. Tehát amikor a plakátok így visszatépődnek, úgymond az időjárás viszontagságai miatt, néha olyan csodákat és olyan gyönyörű formákat és színeket tudnak produkálni, és olyan absztrakt kompozíciókat, amiket az életben nem tud az ember direkt módon utána csinálni a természetnek. És hát nyilván az ember megpróbálja visszaadni azt, amit látott, vagy azt, amit tapasztalt, de nagyon nehéz olyan véletlenszerű hatásokat létrehozni, ami szemet nyugtató, vagy szemet gyönyörködtető, vagy aki az absztraktot szereti, az annak tetszik. Mindenki máshogy használja, vagy máshogy értelmezi az absztraktot. Az egyik ismerősöm azt mondta, hogy igazából az absztraktnak nem az a lényege, hogy elé állj, és azt mondta, hogy hú, de szép, mert ott egy valami formát észreveszek, hanem egy olyan kiegészítő, egy olyan hangulatteremtő objekt, ami gyakorlatilag tényleg a hangulatot befolyásolja, és egy érzetet ad. Most mindenkinek, mivel hogy mások vagyunk, valaki a piros színt kedveli, valaki a lilát, valaki a rózsaszínt, valaki a fakók színeket kedveli, mindenkinek más hangulatot keltenek ezek a színek, vagy ezeknek a színeknek a kombinációi. És innentől kezdve értelemszerűen az absztrakt egy olyan szubjektív alkotás, vagy egy szubjektív fogalom, ami pont azért, mert nem látsz rajta semmit, mindig mindenki máshogy értelmezi. Fáber Kovács Krisztián restaurátori énje úgy teljes a saját bevallása szerint, hogy időnként szabadon szárnyalhat az absztrakt világában. Ez jelenti számára azt a kettősséget, melynek keretében kiteljesítheti önmagát. Teljes körű felújításon esett át Jágónak polgármesteri hivatala. A Magyar Falu Program pályázatán nyert 30 millió forintból új tetőszerkezetet, akadálymentesített bejáratot, teljesen átalakított belső teret, korszerű fűtést kapott az épület.
A helyiek a nyárzáró ünnepség alkalmával az ünnepélyes szalagátvágás után tekinthették meg. Hiágónakon ünnepélyes keretek között adták át a teljes körűen felújított polgármesteri hivatalt. Ezt tavaly év végén Magyar Falu program keretéből nyertük ezt a támogatásra, közel 30 millió forint összegbe. Így teljesen megújulhatott a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő, ugye ez az épület, ez két funkciós épület. Nagyon sokáig kerestük a lehetőségeket és a forrásokat rá, hogy ezt az épületet fel tudjuk újítani, mert hol erre, hol arra volt kiírás. A tavaly év végén kaptuk a jó hírt, hogy megkaptuk a községháza felújítására a támogatást. Teljesen csak a külső falak maradtak meg, belül teljes felújításon esett át az épület, új tetőszerkezet, leszigetelve, külső szigetelés, akadálymentesítés, akadálymentesített mosdó készült, új női-férfi mosdók készültek, az orvosi rendelő újult meg is a polgármesteri hivatal. A polgármesteri hivatal fűtéséről a korszerűsítés előtt kályhákkal gondoskodtak, de az sok gondot okozott. Általában, hogyha cserépkálya nincs használva, akkor egy idő után ugye az első fűtésnél ugye mindig befüstöltünk, és hát ugye sok idő kellett a szellőztetésre, mindenre. A falbeszerzés azt ugye mindig a környékből gyűjtöttük össze közmunka program keretébe. Ugye vannak ilyen régi elhagyott utaink, meg árkaink, ahonnan szoktuk kinyerni a fát, úgyhogy végül is fűtési költségünk az csak az önköltségi volt, a kitermelési költség. Most jelenleg klímákkal, három darab klímát helyeztünk be az épületbe. Egyet a váróterembe, egyet az orvosi rendelőbe és egyet a hivatalba, ezek hűtő-fűtő klímák. És hát próbáltuk már, ugye megvoltak a tesztkörök, és nagyon-nagyon jó időt csinált bent ezek a műszerek. A felújítás alkalmával a belső teret is teljesen átalakították a jobb kihasználhatóság érdekében. Ez a helyiség, ami most jelenleg a közös váróterem, az orvosi rendelő és a hivatali, ez volt régen a nagy tárgyaló irodánk. Itt szoktuk a testületi üléseket tartani, falugyűléseket, és volt egy kisebb irodánk, amit télen fűtöttünk, amikor ügyfélfogadás volt, meg külön fűtöttünk még az orvosnál. Most közös váróterem van, és akkor külön lehet a hivatalba és az orvosi rendelőt igénybe venni. Pályázni mindig van mire, ugye közel múltban, ugye Viszmajor helyzetünk is volt, az is idén készült el, az is egy 7 millió forintos beruházás volt. Lent a Petőfi utcában folyamatos problémát okoz a csapadékvíz, a nagyobb csapadékvíz. Ott a tavalyi évben elmosta az Rínyi utcára menő hidunkat, azt most is teljesen fel lett újítva, ugyanúgy vissza lett kövezve. Tavaly év végén a játszótérre pályáztunk, azt is megnyertük, az is elkészült, az itt van a nagy téren. Volt egy gépes pályázat Magyar Falu programban, ott a régi MTZ traktorunkat cseréltük le, ami kint áll arra a szép kis kék traktorra, eszközökre, fűnyíró traktorra, ilyesmire. Meg hát ugye szeretnénk a közeljövőben művelődési házat felújítani. Tervek még bőven vannak, amik megvalósításra várnak. A felújított önkormányzati épület a nyárzáró ünnepség alkalmával mindenki előtt nyitva állt, megtekintették azt, aki eddig még nem látta. Hagyományőrző, mert már körülbelül 4-5 éve minden nyár végén tartunk egy nyárzáró ünnepséget. Most ugye egy kicsit kiemelkedő volt ennek az épületnek az átadása véget, és ezért is most hívtunk egy énekesnőt, Korda Beáta fog fellépni 7 órakor, és 8 órakor pedig hagyomány szerint egy utcabálra fog folytatódni. Az ünnepség résztvevőit hurka kolbász vacsorával látta vendégül az önkormányzat, amit egy jó hangulatú mulatozás követett. Traktorokkal utánfutókon vonultak végig rezes banda kíséretében Nakon a szüreti napon ünneplők. A hagyományos népviseletbe öltözött résztvevők több díszkaput érintve haladtak útvonalukon, majd visszatértek ünnepelni a művelődési ház udvarára, ahol babgulyás és sütemény várt mindenkire.
Hagyományosan szeptember első hetében rendezik Nakon a szüreti ünnepséget. A hosszú évtizedes múltra visszatekintő eseményre előkerültek a népviseletek, kalapok és fogatok is. Nakon lakom most már 45. éve. A mai napon egy szüreti felvonulás van a faluban. A hagyományos öltözetemet Vörös Lászlóné biztosította, aki idén 80 éves, ő mindenkiből sikenénie, és az az ő ruhája, ezt viselem. Minden szüretkor van egy bíróné és egy bíró, akik a legnagyobb hintón és a legszebb hintón utaznak, és ők az utoljára házasodott házaspár a faluban. Ez most idén ránk nem igaz, de valakinek el kellett vállalni ezt a szerepet. Mi 21 évvel ezelőtt házasodtunk, és most mi vagyunk, akik ezt felvállaltuk a férjemmel párhuzamosan. A falu apraja nagyja összegyűlik ilyenkor. A kicsik és az óvodások és a felnőttek közül is jó páran most már beöltöznek. Idénre sikerült egy egészen nagy számú és egyforma színű naki hagyományos öltözétket összegyűjtenünk és verbuválnunk. A csapat száma most idénre már több mint 50 fő. 6 kapu lesz a faluban, amit meglátogatunk egy felvonulás keretében, közben a háttérben is hallható zene hallatszik. A kapuknál várnak bennünket borral, édességgel, süteménnyel, ott táncolunk egy pár kört, és akkor megköszönjük a szeretetet, amivel fogadtak bennünket, és elmegyünk a további kapuhoz. A falut körbejárva az ünneplősereg visszatért a kiindulási helyszínre, a művelődési ház udvarára. És itt is egy nagy közös tánc van, aztán egy csoportkép itt az IKST előtt, és évről évre megőrizzük ezt a képet. Minél az idejében most már olyan nagy lesz a társaság, hogy lehet, hogy rá se férünk a képre. Hagyományos módon a kisbíró verssel köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a településen történt dolgokat a közelmúltból. Tovaszál még egy év, öregebbek lettünk, kenyerünk javából még pár szeletet ettünk. Ha 2022 hújon a feledés porába, a falu krónikájával köszönünk be minden portára. Falunkban csendesen peregnek a napok, pár dolgot azért mégis a számra kapok. Eltűnt a kocsmák, üres már a helye, ott lesz majd a község központi tere. Mi juthat a jó ember eszibe, ha palát lát a közmunkás kezibe? Azonnal feljelentést kell tönni, anélkül, hogy tudná, hová is akarjuk a palát tönni. Rezes banda kísérte útján a felvonulókat, így mindig karnyújtásnyi távolságból szolgáltatták a talpalávalót. Ugyan már évek óta elmarad az esemény lezárásának tekinthető szüreti bál, a szervezők azonban mindig próbálnak egyre több embert megmozgatni a fesztivál alkalmával. Évről évre meg szoktuk szervezni ezt a szüreti felvonulást. Most idén körülbelül 40-50 fő beöltözőnk van. Idén a Dombovári Fúvós Egyesület jött hozzánk zenélni. Azt hiszem, hogy 5 vagy 6 megállónk van, így most pontosan nem tudom. Ott mindenhol leszállunk, táncolunk, ott már napokkal egyik-másik helyen készülnek a nénik, bácsik, mindenki, hogy minket fogadjon, sütik a süteményeket. Amikor visszaérünk, akkor mindenkit itt vendégül szoktunk látni, fel lett állítva a sátrunk, itt egy ilyen babgulyással, pogácsával, süteménnyel, aki részt vett ebbe, azt mind megvendégeljük. Bált azt sajnos azt nem tartunk már évek óta, mert elég kevesen voltak, és akkor így ezt elengedtük ezt a dolgot. A tavalyi évben a Nakközségért Alapítvány és a Naki Falu Szépítő Egyesület az közösen varratott egységes ruhát, de még a következő években szeretnénk még együtt, hogy mindenkinek egységes ingje legyen, köténye. Fogatos az csak sajnos egy érkezett, meg 2 csikós lesz, de mi ennek is nagyon örülünk, és bízunk benne, hogy legalább ennyivel hozzá tudunk járulni a rendezvény sikeréhez. Napokkal a jeles esemény előtt már nekiálltak a résztvevők dekorálni azokat a kocsikat,
amikkel a szüreti fesztivál alkalmával végigvonultak a településen. Minden évben szeptember első hétvégén szervezzük egyébként ezt a szüreti felvonulást, ez fel van osztva a települések között, hogy ebből ne legyen gond, és hogyha bárki úgy érzi, hogy szeretne ide eljönni, akkor jövő szeptember első hétvégén várjuk ide. A szüreti ünnepség jó hangulatban telt, a vendégségben felszedett kalóriát pedig egyből le is tudták táncolni a résztvevők. Idén is megrendezték a kurdi gyermek és falunapot. A reggeli zenés ébresztőt követően a legsportosabbak falufutáson vehettek részt. A családok szórakozásáról ugrálóvár, csillámtetoválás és egyéb gyerekprogramok gondoskodtak. A nap hátra levő részében fellépett a helyi néptánccsoport és tombola sorsolás is várta a kilátogatókat. Holnap lett előre? Add tovább a gyerekeknek! A kurdi falunap egy nagyon várt esemény a település számára. Ilyenkor az önkormányzat mellett a helyi civil szervezetek és a lakosok is besegítenek a szervezésébe. Minden évben részt vesznek a falunapon a Kaposmente Néptánc Együttes. Nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek is megmutatták a tudásukat, de nagyon sok sztár vendéget is hívtunk, és még sok vissza van, tehát este 10 óráig fogjuk a falunapot tartani. A főzőversenyen az idei évben a tűzoltóink, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület két csapata is nagyon finom ételt készített. Az egyik csapat pörkölt el, harmadik helyezést ért el, a másik csapat sültekkel második helyezett lett, és a Balázs étele lett az első. Ők nem tűzoltók, de a tűzoltók mellett főztek. A versenyen három csapat vett részt. Nem is a kihívás miatt, hanem a főzés szeretetéért indultak el mindannyian. Sima, egyszerű vegyes pörköltet főztünk, combból, sertéscombból, sertéclapockából, illetve sertéscsülökből, egyszerű fűszerezéssel, hagyományos magyar fűszerek kerültek csak bele. Paprika, paradicsom, törött bors, őrölt kömény, piros paprika, némi lecsó, hagyma és nyilván sertészsír. Összefőztük, és ezzel a kombóval harmadikak lettünk a versenyben. Az előkészítő munkálatokban az Egyesület, a Tűzoltó Egyesületnek a hölgyei szám szerint négyen vettek részt, magában a főzésben pedig a fiúk vettek részt, ők szintén négyen voltak, de ugye az eredmény az előkészítő munka nélkül tulajdonképpen semmit nem ér, hogy ez mindenkinek ugyanúgy közös érdeke, mint nekünk, akik megfőztük. Az összes elfogyott belőle, pedig nem keveset főztünk. A második helyet nem bográcsban főtt, hanem grillen sütött ételt készítő csapat zsebelte be. Ezt grillcsékével készültünk, illetve tarjával. Az volt a recept, hogy mind a kettőt együtt egy tára kombináljuk, és így elhozzuk az első helyet. Sajnos ez nem sikerült így, mivel csak a második helyet tudtuk elhozni, de nem buslakodunk, mivel így is boldog vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez a második hely, ez bőven elég ahhoz, hogy igazából kivegyük a részünket ebbe a falunapba. Tavaly Barni kedvencével az első helyet sikerült elhoznunk, idén sajnos a Zoli kedvence csak a második helyre lett elég, de én szerintem rendkívül finom volt a hús. Úgyhogy én összességében elégedett vagyok. Nyilvánvalóan mindenképpen jövőre is indulunk, az első helyért természetesen meg kell tartani a címünket, úgyhogy jövőre is nevezünk mindenképpen. A gyermekek is jól érezték magukat a rendezvényen, hiszen szórakozásukról számos program gondoskodott. Reggel volt a falufutás, hát picit kiszoktam a falufutástól, de így is harmadik lettem. És hát tetszett, mert kimaradok Tesi urán a 11 körből, ez tetszik benne, és hát utána voltak énekesek, voltak programok, ugrálóvár, trambulin, vizes játékok, katonai bemutató. Aztán felléptem, mint néptáncos, vattacukroztam, meg hát igazából az egész nap úgy tetszett eddig. Két testvérem jött először a falufutásra, a nagyobbik, a Jonatán, és aztán amikor elsőnek hazamentem, akkor jött a másik is, a Áron.
A délután folyamán a helyi Kaposmente néptánc csoport mellett zenei fellépők is szórakoztatták a kilátogatókat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!